ez a lényege, hogy milyen. Ez a loboncos óriás a Komondor márciustól már a hungarikumok között szerepel 8 másik magyar pásztor és vadászkutya fajtával együtt. Ezt is ünneplik szombaton a 23. Komondor Fesztiválon az Érsekkertben, ahová 51 kutyát hoznak el tenyésztőik Európa minden tájáról. Az Egri Bikavérrel együtt került idén ebbe a bizottság által hungarikummá, és mindenképp úgy gondoltuk, hogy ezt a két dolgot egyszerre ünnepeljük meg, és a Egri Bikavér hazájába szerettük volna elhozni a őshonos pásztorkutya fajtánkat is, és ezért történt a választás. Európa legszebb komondorai 10 órától mutatkoznak be az Érsekkertben, 2 órakor pedig egy közös belvárosi sétára indulnak. A szervezők nem titkolt szándéka, hogy a családokat megnyerjék a fajtának. Főleg a gyerekeknek szeretne kedvezni a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége is. Egész hétvégén az Érsekkertben várják az érdeklődőket, közel 500 baromfival, galambbal, nyullal. Egyedi ketrecekben lesznek, minden galambnak külön férőhelye lesz, étel, ital, és természetesen, ami a látogatókat érdekelheti, a kollégák, szakemberek 2 napig ott állnak, és bárkinek bármilyen kérdésére válaszolnak. A rendezvény sztárja lesz az egri kék keringő galamb, ami egyedi tollazatáról és különleges dugóhúzó ívű röptéről híres. A szájhagyomány szerint a törökök hoztak ilyen galambokat, de a fajta hivatalos rögzítése is több mint 100 éves.